A Monoris térsége családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársa szerint a vasadi lakosság érdeklődő az egészségügyi kérdések iránt. Így akkor is aktívak voltak a helyiek, amikor adományt gyűjtöttek a több gyermekes, halmozottan hátrányos helyzetű családok számára. Gyümölcsöt, tojást, péksüteményt, zöldséget, sárgarépát, burgonyát juttattak el a rászorultaknak, a kiszállítást a tanyagondnoki szolgálat végezte. Minden lakos tudomást szerzett arról, hogy ebben az időszakban fokozott figyelmet és védelmet kell, hogy biztosítani minden embernek, minden családnak. Ebben az értelemben voltak kérdések, voltak olyan megkeresések, amikor tájékoztatást kértek, például védőoltás tekintetében, vagy egyszerűen a teszt kérdésében, hogy hogyan működik az egészségügynek ebben az időszakban való működéséről. Természetesen, hogy ahol tudtunk választ adni, vagy általános volt ottan a számunkra rendelkezésre álló anyag alapján és a törvényi szabályozás szerint adtuk meg ezt a tájékoztatást. Ahol speciálisabb kérdések voltak, személyre szabottabbak, ott mindenképpen a szakemberekhez, az egészségügyi dolgozókhoz, orvosokhoz küldtük őket. A mai nap folyamán is adományokat raknak össze, mi az adomány, és kik kapják ezt? Hát ez az adomány a vírus időszakában fokozottan nagyon jól jött, de ettől függetlenül is már korábban elkezdtük az adománygyűjtést, segélycsomagokat. Olyan családoknak, több gyermekes családok, halmozottan hátrányos helyzetű családok, de bárkinek, ahol szükség, vagy jelezték, hogy valamilyen szükség helyzet alakult ki a családon belül, a készlet erejéig ezt mindenképpen próbáljuk biztosítani a családoknak. Olyan is van, amikor egy kicsit többet kapunk, tehát nyilván mindig arányosan osszuk el. Elsők mindig a nehéz helyzetben élő családok, aztán a kevésbé nehéz helyzetben, és utána jönnek azok, akik több gyermekesek, és hát szívesen megtesszük ezt a gesztust feléjük is. Van egy speciális külön szolgáltatás, ez pedig a településen élő, úgymond nincsen telenek, úgy is mondhatnám, a hajléktalan kategóriába tartozó néhány személy. Az egyik fő területünk a külterület, főleg a kettes külterület itt Vasad határában, de nyilván nem zárkózzunk el a faluban élő családoktól sem. Nincs kivétel, mindig a rászorultságnak az arányában és a fokozatában tesszük ezt meg. Általában pénteki napon szoktuk megkapni ezt az adományt, de ez nem törvény, lehet ez szerdán, és például jövő héten szerdai napon fogjuk kapni. A mai napon nagyon sok kenyeret kaptunk, amely hát nyilván egy alapélelmiszer. Ezen felül kaptunk péksüteményt, kaptunk gyümölcsöt, zöldséget, tojást. Főleg ezek szoktak terítékre kerülni, és ezeket szoktuk megkapni. Kik szokták eljutatni ezekhez a családokhoz ezeket az adományokat? Jelen pillanatban elsősorban mi a családsegítő szolgálaton belül, különösképpen ennek az oroszlán részét Sajti Zoltánné végzi, aki az esetmenedzserünk, ő ezt pluszba is fölvállalta a belső feladata és tevékenysége mellett, és nyilván ahol lehet bevonunk egy-két munkatársat, de a kiszállításához mindenképpen a tanyagondnoki szolgálatot veszük igénybe.